Mostantól a Bókaháza felől érkezők trafibokszal találkozhatnak szinte azonnal, ahogyan Zalaapátiba érnek. A kis dobozra mindkét irányból táblák hívják fel a figyelmet, így azok, akik nem veszik el a gázról a lábukat, akár csekket is kaphatnak. Ez a helyiek régi kérése volt, és erre Zalaapáti vezetői ígéretet is tettek, most pedig beváltották azt. Két dolog miatt van itt ez a trafibox, az egyik a figyelmeztetés, a másik pedig a figyelem felhívása miatt. A figyelmeztetés általános a KRESZ szabályait kötelező betartani, és ha kötelezően betartják, akkor a figyelem felhívás a másik, akkor nem fognak esetleg a trafipaxba belefutni. Ugye a trafipax szó önmagában is egy mesterséges kifejezés, egy angol közlekedés, tehát az eleje a trafi, az angol közlekedésből, a vége pedig a latin paxból ered. Utóbbi békét jelent. Vince Tibor elárulta, már is érzékelhető a dobozka jótékony hatása, mert csökkent a gyorshajtók száma ezen a szakaszon, és a többség betartja a lakott területen érvényes 50 km/órás sebességhatárt. A környék megnyugodhat, remélem, hogy ez lesz a következménye, és hát mi is örülünk annak, hogy teljesíthettük ennek a település résznek is a kérését. A Zalaapáti másik bejáratánál lévő véda beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen a település azon részén megszűnt a száguldás. Most hasonlóan pozitív hatást várnak a Bókaháza felüli útszakaszon is.